Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Felvidéken Martoson, a Martosi Tájházban. Martos Komáromtól 18 km-re terül el, Zsitvai és a Nyitra között. A Martos hagyományait a Martosi Hagyományőrző Együttes ápolja és őrzi. Martos lakosaira hosszú évszázadokon keresztül az elzárság volt jellemző, abban az értelemben, hogy innen az út nem vezetett tovább más községek felé. Pillanatnyilag a lakosság száma 600 körül mozog, melynek 90%-a magyar ajkú, és a maradék pedig szlovák. A népi építészet lakáskultúra emlékeit szépen bemutatja a tájház, ez a műemlékké nyilvánított parasztház, mely a 19. század közepén épülhetett az öreg Nyitra partján. A homologzatot fűszfa vesszővel fonták be. Az épület három helységből állt, melynek első része a szoba, középső részen a pitvar, és hátsó részén pedig a kamra helyezkedett el. A korabeli parasztház bútorai és díszítő elemei a búbos kemence, a mennyezetes ágy, a tulipános láda, a tükör, a falitéka, sarokpad az asztallal. A falakat festett tányérok díszítik. Az asztalra martosi metéléses abroc terítettek ünnepnapokon. Agyagból készült az úgynevezett fecskerakás módszerrel. Mindenféle alap és váz nélkül a falait szabadon rakták sár és pejvak keverékéből. A ház méreteit és a falak irányát sokszor csak szemmértékkel határozták meg. A háztetőt hagyományos módon náddal fették be, mivel ebből volt elég ezen a vidéken. A martosi női viseletet szeretném most bemutatni. Ennek a viseletnek az a darabja, amit legelőször felöltenek magukra a nők, az úgynevezett pendely, martoson pentő. Az öt szél vászonból készült, és egy oldalra van ráncolva. Az első részén hasított, és válpánttal kötődik a válhoz. A pentőnek régen az volt a kültetése tulajdonképpen, hogy nyávidőben akkor az izzadságot felszívta, télen pedig melegítette a viselőjét. A pentőre, vagy pendelyre öltjük föl az bőújjú inget, amelynek első és hátsó része vászonból készült, és az ujjai pedig kékszínű puplinból. Az ingnek az ujja manzsettába végződik, és ez a manzsetta, ez díszítve van szalagokkal, helyenként csipkékkel, vagy kivarrottassal. A bőújú ing tartozéka, a mellény, Martoson úgy hívják, hogy ruszlik. Anyaga nem jellemző, bármilyen anyagból lehet készíteni, illetve varni, csak a díszítése fontos, mert csak a karjuk alatt és hátul van rajta a dísz, az arancsipke meg a pántlikák, csak azon a részen díszítette, ahol a nyakra valóból kilátszik. Az első részen pedig csaptokkal, vagy gombokkal záródik. Hátsó részére van varva a csípőpárna,
vagy Martoson Pufándia neve. Ez arra szolgál, hogy a szoknyákat megtartsa, illetve kitartsa. A mellényre ölti föl a szoknyákat, az alsó szoknyákat, aminek az anyaga színes parget, vagy bármiféle vékonyabb anyag. A szoknyáknak az alja be van szegve piros, vagy bársonnyal, vagy valami egyszerű piros anyaggal. Egyes szoknyáknak az alja dupla színű. Ez azt szolgálta, hogy a minél szebben álljon az alja a szoknyáknak, minél jobban kiálljon, hogyha fölöltük. Pillanatnyilag három alsó szoknyát fogok föladni. Ezek össze vannak varva azért, hogy egyforma hosszúságú legyen, és esetleg ne lógjon ki egyik meg a másik, hogyha menésnél vagy táncolás közben. Látható az alsó szoknyára vartak zsebet, hogyha valami magával szeretett volna vinni pénzt vagy zsebkendőt, hogy akkor ez az alsó szoknyán élő zsebbe. A felső szoknya általában kazsmérból készült, és a ráncai hátul középen szembe fordítva voltak lerakva, és a díszítése pedig általában kétsoros pántlika volt, és az alsó része pedig be volt dolgozva a piros anyaggal. Itt látható az első része, nem abból a drága anyagból készült, hanem az olcsó anyagból volt hozzávarva, mivel hogy ezt a kötény betakarta, ezért spórolási szempontból így oldották meg. Kötény ugyanolyan hosszú, javult szabva és hova, ugyanolyan hosszú, mint a szoknyák. Hátul kapcsolódik, szintén kapocssal, és az első részen körülbelül egy tenyérnyi részen sima, és aztán onnél pedig van ráncolva, úgyhogy kifelé vannak rajta a ráncok rakva. Kötélynek a díszítésre két sor pántlika, parancsipke, az alsó részén pedig ez a fehér, ezt úgy hívták, hogy betvarrás, ez ilyen gyári kelme volt, és azt tökmaggal, két-három sor tökmaggal kapcsolták a magához, a kötélynek az anyagához. Alsó részén látható szintén ez a flitter, és le volt fejezve egy ilyen fehér csipkével. Erre került rá a kötélynek a dísze volt, mint a szalagra kötött pántlika. Itt rögzítettek a felső részen. Majd ezt fog ki a nyaktagon való, ezt fog kilogni. A viseletnek szintén egy nagyon díszes és egyedi darabja a válkendő, Martoson nyakra valónak mondták. Nyakra való volt a neve. Ezen, ami itt látható, ezen a díszítése színzett, ez
az úgynevezett dobon, dobon varrott hímzés, és látható szintén a szélén a kézzel készített tökmag és a szélrácsipke. És a következő képen töltötték magukra. Ehhez már szükséges volt a tű, amivel aztán rögzítve voltak a ráncai. Hátsó részen a rövid sarkat az hozzá tűzték a proszlikhoz. A menyiskének a fejére kerül a két sor rövid és hosszú, rövid és nagy aranycsipkével ellátott tőkötő vagy tíkető, amelyet a pontra tűzök rá. A pántlikáknak az alsó része aranycsipkével van beszegve. Lehajtós gallérú, kézelős, bőjú ingje gyolcsból készült, az inge leje kifűzővel és színes gombokkal díszített. Hidegebb időben kiskabátot viselnek. Az ezüst vagy pappon gombok a régebbi darabokon pásztorbot alakban vannak fölvarva. A fekete csizmanadrág bélelt, keményszáró csizmába van az alja betűrve. Táncokból a verbunkot, a lassú és a friss csárdást láthatták. Nagy szeretettel adjuk át a stafétát Fográn községnek.